Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit a Mítos romboló sorozatom 25. részében. Szokásosan a mai részben is elhoztam nektek 10 plusz 1 mítoszt, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem, illetve, hogyha szeretnétek még ebből folytatást, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, illetve írjatok rengeteg mítoszt a komment szekcióba, és szokásos módon lájkoljátok egymás ötleteit. És hát akkor nézzük is a leges legelsőt, ami majdnem 100 lájkot kapott, és nem más lenne, mint hogy amikor naplemente van és világít a hold, akkor F5 nézetben narancsárgán fog világítani. Hát ezt nézzük is meg akkor, mondjuk Time Set night -al. Itt is van az este, megy le a nap, jön a hold, és elméletileg, hogyha én f ben nézek rá, a holdra, akkor valóban ilyen narancsárgás kicsikét ez az egész. Igen, e, itt most már úgy tényleg látni. Szóval, hogyha így ránézek a napra, akkor narancsárga, a holdra, akkor nyilván ilyen kékes-fehéres valami. De hogyha e f nézem, akkor valóban ilyen kicsiként narancsárga textúrája van, úgyhogy ez a mítosz szerintem igaz. Hogyha Bedrock Editionben egyszerre van rajtam darkness illetve night vision effect is, akkor színesen fognak villogni a dolgok. Oké, okay. adtam magamnak night vision először is, és itt is van a darkness effect. Oké, okay. már alapból azt látom, hogy elkezdett egy kicsikét villogni a monitorom, vagy hát inkább ugye a játék. De nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha még éjszaka is van. És szerintem a kommentírója inkább erre gondolt, konkrétan tényleg, hogyha éjszaka vagyunk, akkor eléggé brutális fényerő módosítások történnek itt a játékunkon belül. Konkrétan, amikor a legsötétebb, akkor alig látunk valamit. Elég para. Tehát ilyen horror játékokhoz szerintem tökéletes, vagy horror mapokhoz ez az effekt kombó. Pályakészítők előnyben. A következő mítoszhoz szintén maradunk itt a Bedrock Editionben, ugyanis itt most azt fogjuk tesztelni, hogyha megépítjük az Iron golem a vázát, és megpróbáljuk a tökfejet rápisztonozni, akkor kiesik a tök, avagy sem. Itt az Iron váza, rakunk ide egy tök fejet, ide egy pisztont, és nézzük meg, mi van akkor, hogyha a reston blokkal aktiválom ezt a pisztont. Tényleg kiesik a tök. Mondjuk erre nem gondoltam volna, hogy tényleg a piszton nem fogja tudni eltolni a tököt, legalábbis így a vasblokjainkra. Kíváncsi vagyok arra, hogy úgy egyébként alapból lehet -e a tököt ezzel tologatni, vagy sem. De nem! Szóval itt önmagában nem az a probléma, hogy a vasgólemet nem akarja elkészíteni nekünk a játék ilyen formában, hanem az, hogy a tököt alapból nem lehet mozgatni pisztonnal. Úgyhogy ez a mítosz szerintem csak félig igaz, mert nyilván itt az lett volna a lényeg, hogy önmagában a vasgólem miatt nem tolhatok ki a tök, de ez ilyen formában nincs így, úgyhogy ezért egy félig igazat tudok neki adni. Az előző részhez kapcsolódóan született meg az alábbi komment, mely szerint a levegő addalásnál víz alatt töltődik a buborék csíkunk, ami elég durva lenne, tekintettel arra, hogy egyébként a kezünkben nem jelenik meg semmi fizikailag, ugye ezt az előző részben már teszteltük, de most nézzük meg azt, hogy valóban igaz-e az a mítosz, és survival a víz alatt visszatöltődnek-e a bobarékjaink. Tehát itt is van divide, R, és nem kapunk semmit, szóval tényleg ez egy ilyen elég érdekes dolog. És elkezdem a buborékokat elfogyasztani, és hogyha visszaadok, illetve adok magamnak levegőt, hát akkor nem történik bizony semmi. Úgyhogy ez a mítosz eléggé úgy néz ki, hogy hamis, Maximum az jöhetne szóba, nyilvánvalóan, hogyha én itt vagyok survival és közben fillelek magamnak levegőt, akkor ez vissza tudja tölteni úgymond a buborékjaimat, viszont ez nem egyenértékű azzal, hogy mint itemet adok oda magamnak. Úgyhogy ez hamis. A következő mítosz falusiakkal kapcsolatos. Elméletileg 48, 49 vagy 50. blokknál, hogyha csónakban ülve lesnek, akkor meghalnak. A három közül valamelyiknél nem tudom pontosan, hogy melyik lesz az, de nézzük meg! Húztam ide magamnak egy kis placot, és akkor fel kellene építsek 48 blokkot. Oké, okay, 48, 49, 50. Szépen akkor annyi a dolgom, hogy lerakok ide egy csónakot, ide egy falusit, vagy lehet, hogy fordítva kellett volna. És hát akkor 48 blokkról leengedjük őt szépen, nézzük is, hogy pontosan mi fog történni vele. Semmi. Mivel kimegy a render distance azért néha eltűnik, de hogy ott a falusink, nem történt vele semmi. Itt vagyunk a 49. blokkon, kiütöm, nézzük, hogy mi fog történni. Ez itt a 49-es, és a 49-en meghalt. Oké, okay. akkor jön az 50. blokkunk. 50. blokk, nézzük, esik le szépen a falusi és nem holt meg! Micsoda? Hát srácok, 48 blokkos esés, 49 blokkos, és 50. Tehát hogyha 49 blokkon meghal a falusi a csónakkal együtt, akkor 50 blokknál ez miért nem történik meg? Ez itt a mai 50 milliós kérdésünk. Várom a tippeket kommentben amúgy. Jó, ö, a mítosz igaz, ellenben nagyon furcsa. Következő mítoszunk arról szól, hogy ha a menüben rámegyünk, erre a jobb alsó sarokban lévő feliratra, akkor kiadja a táblistát. Van-e olyan élő ember itt a nézők közül, aki ezt tudta, hogy ide amúgy rá lehet nyomni? Bennem soha nem merült fel, hogy lehúzzam ide jobb alsó sarokba az egeremet, és ezt megnyomjam, de tényleg bejön a stáblista. És egyébként ezzel kapcsolatban én vettem észre nem is egy furcsaságot, de egy kis hasznosabb dolgot. Szóval, ha nyomjuk a space akkor begyorsít. Ezt szerintem mindenki tudta, hogy ezt ilyen módon lehet gyorsítani. Viszont melyik az a gomb Minecraftban, amivel tudunk sprintelni? Hát a Control. És ha nyomom a control illetve a Space-t, akkor brutál gyorsan elkezd pörögni a stáblista. Hogyha csak a Space nyomom, akkor így, alapból ugye nagyon-nagyon lassú, és Space plus Control segítségével pedig extrém gyors lehet a cucc. Nyilván, hogyha az Enter-t megnyomjuk, vagyis bocsánat, az Escape-et megnyomjuk, akkor pedig ö, visszatobb a főmenübe. De ami itt az igaz, ha leszponolok pár mobot és beírom a képernyőn látható kommandot, akkor minden mob nagy lesz, de a feje kicsi marad. Oké, ö, beírtam, és nézzetek rám. Ez, ez így most mi? De úgy komolyan. Miért létezik ilyen a Bedrock editionben? És nézzétek meg itt a mobokat, meg a bal felső sarokban saját magamat. És olyan, mintha valami lufi lennék tulajdonképpen, illetve ezek a mobok is, de egyébként ez tényleg működik. Fogalmam sincs, hogy milyen animációk lehetnek még itt a Bedrock de az biztos, hogy ez tényleg egy elég vicces. Aha. <laughs> a Creeper esetében azért egy kicsit viccesebb itt a dolog. Konkrétan ilyen nyakig láb a kedves mobocskánk. A skeleton azért elég durva kinézetet ölt így magára, de a mítosz igaz, ez működik. Következő mítoszunk arról szól, hogy a vasgólem teljes értékűen többet tud sebezni, mint hogyha sérült. Szóval lesebeztem nagyon a vasgólemet, nézzük meg, hogy mennyit sebzett, hát fél HP-mat le tudta vinni. Tehát igazából látjátok, hogy mennyi szívet vitt le. És nézzük meg azt, hogy ha itt van egy teljes értékű vasgólem, akkor mennyi lesz a sebzése. Aha! Ez egyébként igaznak tűnik, nagyon is igaznak tűnik ez a mítosz. Szóval igen, én azt tudom mondani, hogy látok rá esét, hogy ez a mítosz igaz. Következő mítoszunk arról szól, hogy a méreg effektet a méz megivása hatástalanítja. Szóval, beiszok egy mérget, itt is van rajtam egy 30-as poison, csak nyilván kreatívba, és ha megiszom a mézet, akkor eltűnt. Oké, ez elég meggyőző. És az utolsó mítoszunk pedig arról szól, hogy ha egy axolotta teli vödröt elnevezek valaminek, és lerakom azt a vödröt, akkor az lesz a mobnak a neve. Itt is van a bucket of axolot, és mondjuk eye elnevezzük. Kijöntöm, és igen! A mítoszunk igaz, a vödör axolot elnevezése, a mobot is elnevezi. Ami egyébként azért jó, mert nem kell némteget szerbáljunk sehonnan, hogy rárakjuk az axolotra, hanem egész egyszerűen egy vödörbe belevesszük, be átnevezzük, és már meg is vagyunk egy elnevezett axolottal. Úgyhogy ez szerintem a legegyszerűbb módja az elnevezéseknek. És hát csácok, ennyi lett volna az a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, jelezzétek egy like iratkozzatok fel, ha még nem vagytok a csatornámon, próbáljátok ki ezzel együtt a 11. mítoszt, én nem tudom garantálni, hogy így van, de hát ha GM írta, akkor van rá esély. Úgyhogy köszönjük még egyszer a figyelmet, lejtek jók, találkozunk legközelebb, sziasztok!